Csácsubi csölt ezt a csokoládést, na milyen meglepő GTA a videó, úristen, a Keeper már mindent is csinál egyszerre, de egyébként ezt, hogy én így elkezdem, mármint hogy GTA online-ozni fogunk, körülbelül szerintem minimum fél éve, de lehet, hogy már egy éve, Szabi, Sasza, ugye és Bundás, haverom, folyamatosan rágják a fülemet, hogy rakjam fel a GTA-t és megyek velük online-ozni, GTA online-ozni, nem feltétlenül RP-zni, először GTA online, utána lehet, hogy megyünk RP-zni is, oké, srácok? Viszont ezt valószínűleg, hogy live-ba fogjuk csinálni, és valószínűleg, hogy nagyon-nagyon bolondok leszünk, olyan ideggondozó stílusban fogjuk csinálni. Viszont ehhez én kitaláltam egy kerettörténetet magamnak. Nekik nem, mert igazából nekik ugye megvan úgymond idézőjeles életük ugye a játékon belül. Bundi az, meg Sasza is nagyon sokat játszik vele, nem tudom, több százas rankon vannak, meg tele vannak lóvéval, meg mindenük is van. És akkor én, mivel amúgy is nagyon régen szerintem legalább 5-6 éve játszottam GTA Online-t utoljára, arra gondoltam, hogy nem a régi karakteremet fogom folytatni, hanem csinálok egy új karaktert, és akkor úgy fogok bekapcsolódni hozzájuk, mint a rokon, aki fölköltözött városba, tehát hozzájuk. És akkor lenne egy ilyen kerettörténet, egy ilyen indító sztori, amiben így be tudok kapcsolódni, mert igazából tényleg ők nagyon fejlettek, ők nagyon vágnak mindent, kb. Olyan lenne, mint a tényleg New Yorkba egy beköltözök én, a faluru némes rádúrú, aztán így dátom a számat, hogy mit kéne csinálni, ezt belevisznek mindenféle balhéba, meg mindenfélét így fogunk együtt csinálni. Ja, elkezdjük, akkor csinálunk egy új karaktert, és valami nagyon vicceset kellene csinálni, ilyen tipikus paraszt karakter, amit majd később esetleg fogok folytatni, nem akarom átvinni a rankot, teljesen legyen kezdő, nulla pénzzel legyen, minden nulla legyen. Már nem tudom, hogy a másiknak a pénzével nem tudok gazdálkodni, az jó lenne, hogy ki tudnám törölni. Igen, akkor legyen, várjál már, hogy kell ezt? Hogy tudok itt váltani, baza? Na. Kipől már bele van keveredve most. Mi van már? Mi van már? Ja, így. Férfik leszünk, jó? Azt hiszem, hogy ez annyi, hogy ki tudom választani apámat és anyámat, és akkor ugye így megkeletkezik egy ilyen alap dolog, skin tone. Már tudom is, hogy milyenek leszünk. Kövérek legyünk, vagy vékonyak? Legyünk ilyen vékonyabbak. Hogy mi, hogy ez anyámra vagy apámra hasonlít csak alkatilag? Hogy? Jó, hát akkor legyen egy közepes. De hát ez... Valami... ordinári ronda hülyét akarok csinálni egyébként. Ja, alkatilag kire hasonlítsak, meg színbe kire hasonlítsak. Olyan jó. Hát nem tudom, ez nekem annyira nem jön be. Lehet, hogy ezért kellene csinálni. Lehet, hogy... Várjál, egy négert választok mindenképpen. Vagy lehet, hogy két négert, és akkor legyünk jó barna bőrűek. Oké, akkor annyi, innen kilépünk? Igen. Mit tudunk itt? Ó, mi ez? Aha. Jézus Mária. Jó, legyen ilyen bárgyú tekintetű. Vagy legyen egy kicsit ilyen szigorú? Úristen, gyerekek, ezt tudom is forgatni? Aha, tudom, jó, oké. Csak ennyi? Szuper. Aha. Igen, van. Igen, tudok kizajönni. Aha, tudok választani is. Meg én is tudom beállítani. Szeme standard. Igen, hogy milyen legyen wide. Legyen ilyen tágra gyílt szemű. Vagy pedig ilyen alvos. Legyen ilyen alvos. Orra, az jó nagy legyen neki. Széles. Széles is. Ilyen íz, hogy majdnem elalszik karakter, gyerekek. Úristen. Hosszú orra legyen, ne viccelj. Nagy orra legyen. Hát nincs akkora orra, mekkora a Keepernek van élőben, bazzer. Várja, próbálom. Ez miért nem? Húzzad már rendesen. Nem tudom tovább húzni. Jó, gyerekek, ilyen kampósorú cigány gyerekek leszünk egyébként. Az a tip. Ez mi ez? Alakja. El van görbülve jobbra, hallod, kapott egyet. Ez jó lesz. Ó, édes Istenem, hogy fogunk kinézni. Álcsont? Vagy mi ez? Nem, arccsont. Jó. Ez jó lesz, oké. Okay. Nem tudom, hogy mi leszünk. Lakatos. Valamit. A lakatos az mindenképpen meg lesz, az lesz a levőnk.
Ez mi? Jaj, ez így beesett alul legyünk. Jó, te nagyon rondák leszünk, te Jézus Isten. Száj. Csókos szájuk. Nem, nem, ez nem, nem jó. Ilyen vékony. Úristen. Ez mi? Aha. Ilyen tokás így. Hello, jó napot. Ez meg. Aha, az áll, hogy mennyire álljon ki. Kiálljon. És le. Oké, okay. Úristen, gyerekek, kicsit ilyen izére kezd emlékeztetni. Donald Trumpra. Jaj. Te Máriám. Oké, okay. Ennyit lehetett állítani, tényleg? Hát ez nem olyan túl sok. És akkor most? Aha. És ilyenkor? Ja, hogy? Az van itt még. Haj! Na a hajt stílus, az már most érdekel. Valami nagyon izé, nagyon lelakott. Nincs-e valami nagyon lelakott? Milyenek vannak? Biztos rengeteg van. Megjöttünk a faluru. Ezek már ismét lőttek? Aha, ennyi van tényleg? Ez nem túl sok gyerekek. Nem túl sok. Júj! Várja, és a színe? Color. Sötét legyen, fekete nincsen, baze. Fekete hajunknak kell lennie. A tizedik vagyunk. Roma gyerekek leszünk. Ez a legfeketébb fekete? Nem, remélem. Őszhaj. Ez ennyi? Ez talán fekete, ugye? Ez, jó, ez lesz. Jézus Mária, hogy fogunk kinézni. Jól van, oké, mehet tovább. Hát nem tudom, ez a haj annyira egyébként, nem annyira nyerő. Jézus Mária! Ez nagyon, eddig ez, ez segíts. Ez is nagyon gányám, figyeld. De ez a segély az volt a legjobb. Ez is nagyon jó. A bőrszínünkkel kell vagy valamit csinálni. Az a segély az nagyon kemény volt. Ez. Jó. Ez jó. Na. Mi van még? Jaj, ne. Izé. Arcszörzet. Ó, Jézus Mária. Ne. Ez nagyon kemény. Izé lesz. Tudom mi lesz már. Lákatos dártanyád. Ó, bazzake. Nagyon jók vannak egyébként. Ez. Nagyon ez nagyon gáz. Ez ilyen nagyon gáz. De egyébként nem baj, gáz legyen. Jó az. Nem tudom, melyik legyen, az annyira jók vannak. Nem tudom, az nem tudok dönteni, annyira jók vannak gyerekek. Ez csak a bajcú legyen? Csak mondjuk nagyon nem fog látszani, hogyha barna bőrük lesz. Oké. Okay. Várj, ennek fekete, ugye? Fekete a színe, jó. És ez mi? Jaj, ne! Ilyen bőr. Bőrhibák. Ó, nagyon kevés. Jaj, tehát ez nagyon rusnya. Nagyon rusnya. Jó pár lesz rajta, de azért nem olyan túl sok szerintem. Itt volt ilyen, így, jaj. Aha, milyen idősek legyünk? Na is, hogy mennyire ráncosak vagyunk? De egyébként nem annyira akarom én ráncosra. Nem ilyen öreg embert akarta. Alkoholista, ez jó lesz. Egyébként a bőrszint az hol tudom állítani? Ez, tudjátok, hogy néz ki? A Escobar, az. Escobar, az a lakatos Escobar.
Jöjjön, nagyon-nagyon csúfos ideig vannak bőrök. Látos Escobar. Az lesz. Szemszín. Fúj, ezek az álmos szemek, ahogy pislogvenek, nagyon adja. Nincsen valami extrém? Nem, nem nagyon mi. Jó, legyen barna. Szemkifestés. Ez jó, hogy be van feketett be neki. Ó, itt ilyen... Jaj, sárga! Jó, ez jó lesz, gyerekek. Izé? Ki legyen festve a szája? Az nem, nem lesz kifestve. Nem lesz kifestve. Mi van még? Azt néztem, hogy hol van a bőr szín. Azt nem láttam. De talán még odébb lesz. Na, style. Oh, azt a megy. Azt nem bírom ki. Mi, hogy nézünk ki, te Isten? Nagyon csodálatos szar lesz egyébként. Ez eddig egyébként jó. Ez mi az outfit? Ó, te Isten. Jaj, te só. Jaj. Ah, nem bírom. Nem bírom. Nem bírom, ez nekem adja, nagyon adja, hallod? Sapka, jó! Bassza! Nem bírom, nem bírom. Nagyon jó. Nézem, hát ha van valami. Ez mi? Fejhallgató? Ez nem jól áll neki. Jézus Isten! Lakatos Escobar, az lesz a neve. Az a baj, hogy a hajunk így elveszik. Az a baj, hogy elveszik, pedig nagyon jó ez a sapek. Tudsz te forgolódni, vagy valami? Nem tudom megnézni elfordítva. Nem nagyon akar. Na jó, van mindegy. Nem lesz sipak. De különben rohadt jók vannak. Szemüveg. Jaj. Nem bírom. Egy ilyen aranykeretes azért adná. Várja, lehet, hogy az lesz. Valami arany... Jaj! Ne! Jaj! Az a baj... Roma gyerekhez képest túl izé, túl volt menő a ruhája, aztán az egy kicsit zavaró nekem. Túl jó a ruha, túl jó a ruha. Jaj, gyerek, ne viccelj, mekkora király szemüvegek vannak. Egyébként itt volt egy, ez például rohadt jó, de ebből volt arany színű, ez nagyon jó. Mondjuk ez meg feltűnőbb, ez adja, várja. Aha, lehet külön is. Ez ilyen crew, aha, crew. Nézzük még meg, mert itt... Ja, most a crew-t ezt felraktam, és akkor az nem akar változni. Nincs, no crew. Megnézzük meg, hogy még... Ne! Jézus Mária! Befosok nekik, milyen ruhák vannak. Mindjárt megnézzük smart. Az a baj, túl izé, túl menők ezek a ruhák. Beachbe. Fú, hogy nézem ki, te Jézus Isten. Így. Te kurva élet. Parti. Túl menők. Nincsenek lepattant ruhák, de vagy ugye lehet venni végül is. Ez is nagyon durva. Street. Hát, hogyha valamit találunk, valami jót. Valami koszos szemét ruhát kell szerezni, gyerek. Casual. Emiatt ilyenbe is verték. De viszont egyébként ebbe az elektrikbe az izé volt. Ez nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt. Ez fölvettük az izét, a ballagásit. Ballagási öltönyt, és úgy látom itt ennyi. Statok, mi a statok? Stamina, lehet állítani statokat? Nem is tudtam. Ja, el tudsz valamennyire osztani. Shutting, erő. Jó, hát ez... Várja, nekem a izé az lehet, hogy annyira nem érdekes. Tűrőkapacitás. Inkább azt felrakom a shuttingra. Jó van, ott rohadjobb meg.
Gyerekek, az a bőrszín miért nem engedte változtatni, hm? Brr. Ha? Azt miért nem engedte bazzá? Itt bőrszín nincs. Skin damage, meg ilyenek vannak. Haj. Ez nem, bazza, nem vagyok boldog tőle. Hát akkor ezt úgy kellett volna, hogy a legelején. No. Legelején itt kellett volna, kiválasztam két négert, és akkor... Várja, még tudok állítani itt a bőrszínen? Ilyenkor még átváltoztatom. Jó, hát annyi, hogy a... Nincsen valami... Oh, ez lesz a jó! Kettő ilyen nagyon néger. Ah, azaz. Testalkat. Fú, ilyen nagyon vékonyak lettünk most. Ezt csak így lehet megoldani, hát beszarok neki. Jó, hát így... Ja, hát ez így működik. Szóval nincs valami rondább ember? Négerbe? Uff. Nem muszáj négerbe lennie. Ez jó. Ez jó. Jaj, ez is ilyen igazi kaponya kulcsém. Nagyon adja. Jó, vékony. Oké. Okay. Nevet hol kell adni? Szépen continue. Hol kell a nevet adni? New character. Ide kell kattolni? Vagy hol? Hol kell nevet adnom, testvérem? Aha, az összes totot el kell osztanom. Nincs el, nem volt elosztva. Még volt egy kicsi. Ja, volt még egy kicsi. Jó. Oké. Okay. Lakatos. Nem lehet olyan hosszú! Lakatos Tibi lesz. Lakatos Tibi jó? Lakatos Tibi. Tibi az mindig jó név. Lakatos Tibor. Úgyos Jóska lenne a legjobb, de az... Ja. Lakatos Tibor. Szerintem a Lakatos Tibor az jó lesz. Oké, okay, gyerekek. Lakatos Tibik leszünk. Jó Lakatos, ugye? Kalányos az jobb. Lakatos. Az jó. Lakatos Tibor. Oké. Okay. Jó, meg vagyunk. Csodálatos, szép is lett. Komolyan mondom. Csinosak lettünk. Kicsit ilyen Escobaros a csávó. Franco. Oké, okay, és akkor most megyünk be a játékba egybe? Mi ez? Skip? Hát akarod skippelni? Igen. GTA Online tutoriált. Figyeljetek, bejövünk. Nem is tudom egyébként, ilyenkor hol kezdesz. Hát mindenképp átmegyünk valami seasonbe, amelyik nem nyírnak ki minket instant. Hát full izén vagyunk? Ilyenkor full pénztelenül? Srácok. Ez érdekes lesz. Ja, Sasa hazajön a nyaralásba, meg Bundi is nem tudom, hogy mikor ér rá, azt akkor tudunk csapatni GTA Online-t, ha úgy van, meg esetleg majd RP-t is. Jó, gyorsan át kell mennünk valami más helyre. Ilyenkor hol lakunk? Sehol! Tényleg full csórig vagyunk? Van nálam egy pisztoly, és na, elő is vett a gyerekek. Kezdődik, júj, na. A Lakatos! Most tényleg nincs házam ilyenkor, még a legelején? Ez nagyon, hogy nézzünk ki, bazza, nagyon csúfos, hallod? Hát nézd már meg a karaktert. Nagyon jó. Hello, Buddy, hol vagy? Hol vagy? Na várjál, izé. Tényleg nincs abszolút semmi háza? Ez baró jó. Itt van minden, de gondolom akkor még ilyenkor nincs. Nagyon jó. Lakatos Tibi, kérde lopni egy autót. Hogyan tudok házat szerezni így a legelején, bazzer? Nem is emlékszek. Nulla pénzem van, komolyan. Ez egy rendőr volt, Dick.
Szerzek egy autót. Nem, bazza, nem emlékszik semmire. Mindjárt át kéne böngészni a mapot. Hát ennyi, hogy a tutoriált meg kell volna nézni, mert már nem emlékezett rá a Keeper. Ott vannak emberek. Jó, hát nem megyünk át más térképre most egyelőre. Nézzük! Fű, mennyi izé van. Keeper the tank. Nagyon jó. Azt se tudom, hogyan jelölli azt. Ott valaki megy ilyen repülőmotorral, nagyon szuper. Hát gyerek, el kell csöveznem akkor valakinél, nem? Ez egy frankó lesz, tesó. Full semmi. Semmit nincs a legelején. Full semmit. Ne vicceljé. Ez mi az az ikor? Utána Deluxe Motorsport. Gyerekek, én full nem emlékszem semmire ebből a játékban. Adj egy kocsit legalább, ne gyalogoljak. Ennyi nem. Ez a játék még mindig egész jól néz ki. Ó, ott volt ugye, mi az, mi volt az R8 vagy milyen Audi? Hát ezt meg kifogtam egy ilyen hot dodges, vagy nem tudom mi ez. Ja, hát akkor igazából annyi lesz, gyerekek, bevegyünk egy boltba, várjál. Megnézzük a ruhaboltokat, elvileg ott vehetek még jobb ruhákat, ugye? Mondjuk ennél jobbat, hogy én a világon nincsen szerintem, itt van egy ruhabolt. Ez egy ruhabolt? Ott egy ruhabolt. Basszus, tényleg 6 éve nem játszottam szerintem idők GTA-nak. Hát ez nekem való, egy zsigoló csávoknak. Hello, szia, szavasz! Csókolom. Hova kell vennem, hogy tudjak válogatni? Most csak egy kicsit az irányításban legalább... Túlre jó, még van tükör is, tesó. Mit akartam mondani? Legalább az irányításban egy kicsit rázódjak bele. Aha. Íze kiegészítők, gyerekek. De nem jó, mert az összes pénz az megvan. Ott van benne a bankban. Nálunk nulla van, azt nem fogunk hozzá, Juli, leszarom. Fú, oda nézzé. De jó, vannak mindenféle is. Láncot. Egy lánc az köl. Egy lánc az köl. 40 ezerbe kerül. Bú, pedig ez nagyon adná. Vagy valami jó izét. Jó ragyot. Bokorok. Ilyen kéne kipörek. Megveszem. Meg tudom menni? Úgyhogy... megvettem Dikos. Ki elkötjük legalább a lóvénkat. Tehát ilyen nyaklánc, vagy ilyen ne legyen, nehogy ne legyen. Ó, nagyon jó. Fülbevaló? Fülbevaló nem látszik az a baj, de mondjuk lehet, hogy látszik. Ó, ne viccelj, látszik, az kilógott. Csinék legyünk. Meg jó, hogy bejött a videó. Elköltjük a vagyont legalább. Ez van, amelyik így látszik. Ilyen diszkós. Ez már curly is. Oké. Mi van még? Ez mi? Ez nem tudom, hogy mi. Sál? Menj a francba. Nem jó. Nem jó, mert akkor nem látszik. Nem jó, ez se. Nem kell. Nem látszik. Nagy fuxom. Ja, valami nem látszik. Óra! Az se látszik, mi? Nagyon kár. Kesztyű? Kesztyű nem kell. Kesztyű nem kell bele róla. És ez mi? Ez a ruhához szerintem egy csomó ide nem látszik, vagy nem tudom. Nagyon rossz. Oké, jó, mindegy, ezt megvettük. Nincsen valami jó zsigoló ruha? Fú, nagyon-nagyon rizeg vagyunk. Nagyon rajog, imádom. Hello, nincsen valami még? Mit lehetne még? Ez ilyen komplett izé. Hipster, van hipster. Jóó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 
Nagyon jó cuccok vannak. Hát olyan öltözkedés levágunk. Egy ilyen azért adná, de mondjuk ez most nagyon adja. Meg ez a beesett fej, ez a tipikus ilyen alultáplált, ez nagyon jól néz ki rajta.
Hello, cicam, egy szam, ez újság van. Jó, nullás izék vagyunk, ugye, rankúak. Azért gyilkolásznak rám. Figyelj, mindjárt szétcsapok én köztük. Hát az édesanyjuk saját. Lakatos Tibi, ne legyen a nevem Lakatos Tibi, ha nem. El kéne menni még valami ízébe, valami jó helyre. Francba, itt valami akció van. Mindenki menekül. De fasz van, gyerekem. Itt izé vagy gyilkolászás, vagy igaz. Majd én mindjárt rendet rakok, ne fizz, de viccelj. Adj egy kocsit! Kigyírok mindenkit. Dodge Viperrel. Dodge Viper, ugye? Hú, egyébként olyan régen, azt se tudom, mit csinálok, elmondom nektek. Annyira régen játszottam ilyet. Az irányítás nagyon szokott, ilyen full arkádos, érted? Oda fordul az autó, ahova akarod köbö. Mármint így, így azért nem egy nehéz. Ahhoz képest például Mine Summer Car-ban milyen kén lódás. Itt is van egy bolt, ide jöttem, van, meg akarom nézni. Ez ugyanolyan? Nem itt voltam? Lehet, hogy itt voltam. Már nézzük már még egy boltot. Ilyen ruhákat én akarok venni. Ez milyen? Suburbán. Binkó klottig. Megnézzük ezt. Bazd, valaki egy taggal megy, öcsém. Hallod? Ez halál komoly. Valaki egy taggal megy. Meg tudom ezt markolni? Meg. Jó, én most a picsába bele. Nem keveredek bele itt a dolgokba. Egyelőre még megköcsinálni a karaktert nagyon frankóra. Hát, találok valami nagyon jó ruhát. GTA 5, úristen, de rég játszottam GTA 5-öt. És végig se vittem a single gyerekek, tök durva. Nem tudom, hogy valahogy kimaradt. De szerintem egy csomóan nem vitték végig a single-t, aki online-ba játszanak, ugye? Ez egy Viper akar lenni szerintem, vagy nem tudom. Kicsit Viper, kicsit RX-7, az elején RX-7-szerű, nem tudom. Na, bing, ez ilyen nagyon gagyi. Azt szeressük, hátra találunk valami kincset. De egyébként annyira jól néz ki a karakter. Lakatos Zoli megjött. Lakatos Zoli, itt van, tesóm! Takarodjatok el innen. Mit kéne megnézni? Fú, ez ilyen nagyon lepukkat, nem? Na nézzünk. Ilyen az... Aha. Business casual. Ne. Egyébként a feje az nagyon eltalált Lakatos Zolinak. Ezt át lehet vinni izébe? RP-be majd. Business mode. Hipster. A hipsterek azok tök érdekesek. Tök ugyanazt tudod megvenni itt is? Nem az orakozzá. Hol vannak a kiegészítők? Napszemcsik vagy valami mi ez? Napszemcsik? Napszemcsik? Hát, ha valami nagyon jó lesz. Ó. Nagyon jól néz, kívánom. Kurva jó. Jó, de én játszottam GTA. Sport? Ne. Casual, hipster. Nem tudom, ha valami. Ez nem rossz, azért ez nem rossz. Valami drágább, high-end. Ez megy is a rucihoz, ne viccelj. Na majd mindjárt veszünk is. Költjük a pénzünket. Azt a vetje! Meg is ijedtek tőlünk. Ez is nagyon adja. Ó, de jók vannak. Egyébként ami rajtunk volt szerint... Ne, mi hol tűnt a izé lapszemüvegünk? Hát akkor mindenképp kell venni. Designer. Az eltűnt. Gary. Mi a fasz van? Doktor. Doktor Albán kinyírt minket. Respawn.
Nem mi a fasz történt, gyerekek? Hát most meg akkor a napszemüvege ugrott. Elrakott minket ide a halálfaszára. Na jó van, gyerekek, hát megvárjuk Bundit, meg Szoszát. Aztán ideggondozó indulni fog majd ezerre. A lakatos Tibi egy kicsit el van vezve itt a GTA-ba. Ennek van ennek a városnak neve? Ja, hogy ne lenne, hát ez izé. Ez Los Santos, nem? Nem, San Fierro. Ugye? A franc tudja. Na gyerekek, jó. Van egy pisztolyom komolyan. Ki vagyok teljesen pattintva, aztán jönnek majd izéjék. Ja, a napszemüvegemet meg elvesztette, valak nem vagyok boldog. Ezt el fogunk majd menni napszemüveget venni. Aztán izék, Szoszáik majd fölkaroldak, megkeresem őket hol laknak, bekopogok hozzájuk, aztán csapjuk neki. Az Fuxomat még jó, hogy nem vették el. Na, köszi szépen a figyelmet. Megcsináltuk új karakter. Szevasztok! Fú. Lead. Csát.